Szabó Zsolt szerint a Jobbik megbántotta a nyugdíjasokat. A Jobbik nem követi meg a nyugdíjasokat. Elkezdődött az Agyvaszántói Általános Iskola energetikai felújítása. Jó estét kívánok! Országtól Szilvia vagyok a HOTV híreivel. Felháborító gondolatokat osztott meg közel egy hónapja internetes közösségi oldalán a Jobbik elnöke, Vona Gábor, Véli Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője. A politikus szerint 3 millió nyugdíjas sértettek vérig a Jobbik első emberének szavai. Például arról írt, a nyugdíjasok szájából szennyvíz folyik, ráadásul trágárul ordibálnak. Szabó Zsolt arra kérni Schneider Tamást, a párt alelnökét, kövesse meg a megsértett korosztályt, ha azt Vona Gábor nem teszi meg. A szájukból szennyvíz folyik, szemeikben gyűlölet lobog, bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezükkel. Ezeket a mondatrészeket egy internetes bejegyzésében Vona Gábor, a Jobbik vezetője adta közre. Nyugdíjasokról beszélt. Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szerint ez a stílusa, mint egy 3 milliós magyar nyugdíjas táborra nézve, rendkívül sértő. Mindazok, akik a nagyszüleitől azt tanulták, hogy az időseket tisztelni szeretni kell, azok úgy picikét megálltak. Ez közel 3 millió nyugdíjasnak a megsértését jelentette. A Facebook bejegyzés konkrétan olyan megjegyzéseket tartalmazott, hogy szennyvíz folyik a nyugdíjasok szájából, hogy a kezükkel vért akarnak ontani, hogy egymás ellen akarnak szövetkezni, és hogy az elmúlt évek, évtizedeknek az összes frusztrációt, összes gondolatát azt most egymáson akarják kitölteni, és egymást támadják. Vona Gábor szavaiból kitűnik, valójában mit is gondol a nyugdíjasokról, gúnyolódik remegő kezükön, kis bevásárlókocsijukon, szerencsétlen Szandis papát emleget. Azt is érelmezi, hogyha véleményük van egyáltalán a világról, szögezte le Szabó Zsolt. A mai nyugdíjasok tisztességgel és becsületben őszültek meg, ők rengeteget dolgoztak, az, hogy az ország itt tart, az nekik köszönhető mindenképpen. Mivel magam részéről is nagyon fel vagyok háborodva, ezért a felháborodásommal kérem és követelem, hogy Vona Gábor helyett, aki nem hajlandó bocsánatot kérni, Schneider Tamás, a térség jobbikos vezetője, jobbikos jelölt országgyűlési képviselője, kérjen bocsánatot. Szabó Zsolt hozzátette, látszik, hogy a Jobbik mindent megtenne a hatalomért és a pénzért, ennek ellenére véleménye szerint semmelyik társadalmi csoportot nem minősíteti ilyen szavakkal. A Jobbik elnöke nem kér továbbra sem bocsánatot, illetve alelnöke Schneider Tamás sem követte meg az időseket, Vona Gábor internetes kiírása után. Derült ki a Jobbik 60-i sajtótájékoztatóján. A párt a béruniós kezdeményezését népszerűsítette sajtótájékoztatóján a városban. Megjött a nagy fekete autó, 60-i sajtótájékoztatójára érkezik a Jobbik elnöke Vona Gábor. Nemrég súlyos szavakkal illette a nyugdíjas generációt egy internetes bejegyzésében. Most arról kérdeztük, fontosnak tartja-e, hogy bocsánatot kérjen tőlük ezért. Szerintem a magyar nagy meleg, vagy nem tudom mi miatt most már a Fidesznek ez a bocsánatkérés ugye az agyára ment. Tehát, hogy kicsit túltolják már szerintem ezt a biciklit, de hát ha nincs más téma, akkor én megértem, hogyha kénytelenek ebbe kapaszkodni. Az én álláspontom mindig is világos volt. Olyan dologért, amikor az ember nem sért meg senkit, nincs szükségem bocsánatot kérni. Vona Gábor kifejtette, sajnálja az időseket azért, mert, idézem, telefonon zaklatják őket hazugságokkal. Itt a pártelnök a Fidesz tájékoztató akciójára utalt, amelyben Vona Gábor saját szavait idézik vissza telefonon az időseknek. A sajtótájékoztató témája a Jobbik 8 országon átívelő béruniós kezdeményezése volt. Azt szeretnék, hogyha egyenlő béreket mérnének az Európai Unió területén mindenkinek egyfajta alapjogként. A Jobbik szerint ez nem pártpolitikai kérdés, mivel általa élhetőbbé lehetne tenni Brüsszel világát. Azt is el szoktam mondani mindenhol, hogyha ezt Orbán Viktor kezdeményezte volna, akkor támogatnánk. Nem az én szégyenem, hogy az elmúlt 13 évben, vagy bármelyik másik kormány, vagy bármelyik másik párt, vagy bármelyik másik szervezet az elmúlt 13 évben ezt nem tette meg, és Schneider Tamás barátom, az országgyűlés alelnöke is alá fogja írni. Önöket is erre bátorítom egyébként.
A Jobbik alelnöke itt írta egyébként alá a béruniós támogató ívet, szignójáért cserébe Vona Gábor emléklappal jutalmazta, majd erre kérte a sajtómunkatársait is. Schneider Tamás újságírói kérdésre válaszolva azt is elárulta, meglátása szerint ma is van cigánybűnözés, ami afféle szociológiai kérdés, de emellett létezik úgynevezett magyar bűnözés is. Létezik cigánybűnözés, de egyértelmű ez nem jelenti azt, hogy minden cigányok megbűnöznek. A cigányság irányába pedig a Jobbik képviselőjelöltje szerint a követelmények és a lehetőségek rendszerét kellene felállítani. Arról nem beszélt Schneider Tamás, hogy személyesen szeretne bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól pártelnöke szavai miatt. A kormány egyetért azzal, hogy a 60 és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1-ével az Országos Magyar Vadászkamara vegye át, áll a friss magyar közlönyben. A kormány a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt teljes körűen az ingatlan átadását is támogatja a kamara részére. A vagyon kezelői jogot a közlöny szerint ingyen kapja meg a vadászkamara. 2018-tól 2022-ig a döntés szerint a Földművelésügyi Minisztérium biztosítja a működtetéséhez szükséges forrásokat. Megújul az agyvaszántói római katolikus általános iskola épülete. Elvégzik az épület külső szigetelését és a tornaterem tető szigetelését, valamint új nyílászárókat és két új kazánt is kap az iskola. A Váci egyházmezgye közel 40 millió forinttal támogatja a felújításokat. Az agyvaszántói gyerekek hamarosan egy megújult iskolában kezdhetik el az új tanévet. Az épületben ugyanis július közepe óta végzik a szakemberek az energetikai felújításokat. A bejárat homlokzatára már felragasztották a hungarocell lapokat, és lassan a párkányok is a helyükre kerülnek. Így néztek ki a régi ablakok, amiket Sósné király Karolina intézményvezető szerint már be sem lehetett csukni rendesen. Ezek pedig már az új ablakok. Az épület már kívülről és belülről is felújításra szorult. Az alsós rész az 1970-ben, a 80-as, 90-es és a 2000-es évek elején épült, ezért a fűtés szempontjából is nagyon eltérő volt. Az alsós részben volt úgy, hogy körülbelül 18 fok volt, és a gyerekeket ezért be kellett hoznunk egy szünet után, nem fűtötte fel a kazán az iskola épületét, és más termekbe kellett elhelyeznünk az alsósakat. Ezen kívül a külső részen a lapos tető, ahogy a víz lecsurgott végig a homlokzaton, felázott, lepotyogott a vakolat. Az egyház finanszírozásával már július közepén elindultak a felújítási munkálatok, kicserélték a radiátorok szelepeit, és két modern gázkazánt is beüzemeltek a régiek helyett. A kivitelezést végző vállalkozások megkeresésében az önkormányzat is segített az iskolának. Az iskola vezetése reméli, hogy a felújítással energetikailag hatékonyabb lesz az üzemeltetés, és csökkenni fog a fűtésszámla. Az agyvaszántó gyermekeiért közalapítvány támogatásával az első és az ötödik osztályos gyerekek terme is teljesen megújul. Új padokat és székeket kaptak, valamint a közalapítvány kifestette a tantermeket és felcsiszolta a padlót. Továbbá ezeket a termeket is felszerelték vetítőgépekkel. Így az itt tanuló közel 170 gyermeket szinte teljesen megújult iskolában kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben. Növelik a keretet a kiskörei vízlépcsőt érintő projektre. Az eredetileg 10 milliárdos keretet mintegy 3,2 milliárd forinttal bővítették abban a vízügyi nagyműtárgy modernizációs programban, amely a kiskörei vízlépcső felújítására is szolgáló KEHOP projekt alapján indul. A projekt a kiemelt jelentőségű, a folyók életét befolyásoló nagyműtárgyak vízlépcső fejlesztésére és rekonstrukciójára irányul Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkentése érdekében, írja a Magyar Közlöny. Közzétette a kormányzat, mennyi állami támogatást osztott fel az elmúlt években nagy befektetések segítségére EKD támogatott projektként. A választó körzetben csak az elmúlt 2-3 év itt feltüntetett támogatói döntései alapján több mint 1700 új munkahelyet hoztak létre három településen. A 60-i Bos fejlesztés, mely 601 új munkahely megteremtését jelenti, 4,7 milliárd forint támogatást kapott.
A csavakaszt apci befektetése, ami 130 új munkahelyet hoz, 940 millió forint támogatást ért el, valamint a gyöngyös halászi Apollo Tyres üzem 975 új munkahely megteremtése árán kevéssel több mint 16 milliárdos támogatást kapott. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Friss híreinket keressék a 60online.hu portálon. További szép estét kívánok Önöknek a stábunk nevében is. A viszontlátásra! Csütörtökön napos szeles idő várható, délutánra már 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken késő délutánra egy hideg front éri el hazánk területét. Élénk lesz a déli délnyugati szél, délután 29-34 fokot mérhetünk. Hétvégén a megnövekvő felhőzetből már záporokra, zivatarokra is számítani kell.